szeretettel köszöntöm a baloldali alternatíva és a Vámbériár, mint Keleti Szabad Egyetem politológia tagozatának a mai fórumára meghívottakat. Akik tavaly is itt voltak, azoknak nem ismeretlenek, mint május 1-jei előadók az előadók, akik különben sem ismeretlenek. Névsorrendben Artner Anna Mária, ugyancsak névsorrendben Krausz Tamás, és ugyancsak névsorrendben Schiffer András. Mikor kerestük a címet a mai rendezvénynek, akkor gondolkoztunk megint ezen a tavalyi háború és béke, meg mindenfélén. A végén nem adtunk címet, de én bevezetésnek hadd hivatkozzam arra, hogy nyilván valamennyien láttátok Bacsó Péter tanú című filmét, esetleg olvastátok is, és abban van egy ilyen jó mondat, hogy elvtársak, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. És hát azt hiszem, hogy a mai mottónk az ez a bizonyos, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik lesz. Sajnálatos módon nekem úgy tűnik sok minden más körülmény miatt, hogy mintha nem is történne semmi. És erről eszembe jutottak középiskolai tanári éveim, amikor az ember az első világháborút, második világháborút tanította, és a gyerekek nem értették meg, hogy de hát tanárnő, hát már lehetett látni, lehetett tudni, hogy például a Kokálye Radnótinál, hogy miért nem menekült el. Most csak ezt az egy példát mondom, de azt hiszem, hogy itt csapkod körülöttünk a történelem, és nem vesszük észre. Éljük az életünket, és én ezért is köszönöm a mai előadóknak ezt a másfél-két órát, amit ránk szánnak, mert az ember előtt bizony lebeg az a bizonyos Komszomol kongresszuson elhangzott jelszó, hogy tanulni, tanulni és tanulni. Akkor először milyen sorrendben adja meg a szót? Mindenki oda mutat, aztán vissza. Jó, akkor Anna Máriának adom a szót. Köszönöm szépen, hogy megfelel. Köszönöm szépen a meghívást. Hát akkor csak néhány bevezető gondolatot. Néhány bevezető gondolatot mondanék, mert hát sokkal érdekesebb, ha vitatkozunk, majd megpróbálunk ellent mondani egymásnak, ha sikerül. Tehát általában, ugye, ami az én veszőparipámban a legfontosabbnak tartom a mai világ problémáinak elemzése szempontjából, az az, hogy megállapítsuk, hogy az imperializmus korának hanyatlásáról van szó. Az imperializmus körülbelül 100 éve alakult ki abban a formában, amelyben Hobsonban, Hilfeldig, de a gazdasági lényegét tekintve, Lenin definiálta, elemezte, de azóta is fejlődött, mert ugye az imperializmus gazdasági lényege az a monopoltőke. És a monopoltőke különböző formaváltásokon keresztül zajló felhalmozódása vezetett arra a korba, amit globalizációként ismerünk, ami a jelenkorunk, egy nagyon centralizált, központosított tőkerendszer, ez élén az Amerikai Egyesült Államokkal, ez egy olyan imperialista, hierarchikus rendszer, amely végső soron az Amerikai Egyesült Államok hadiparának az erejére épül, gazdaságilag természetesen a transznacionális vállalatok értékláncaira, és ez a rendszer merítette ki minden lehetőségét, mint közgazdász és mint jó marxista. A gazdasági lényeget igyekszem megragadni, a profitráta tendenciális süllyedése, ami azt jelenti, hogy a
a globális profitráta helyenként alacsony, helyenként magasabb, de globálisan van egy átlaga, az konjunktúra ciklusokat is beszámítva tendenciálisan, tehát hosszú távon csökken. Ezt a csökkenést a centrumtőke, vagy a transzníciós vállalatok a globális dél, a fejlődő országokban zajló befektetések magasabb profitrátájával igyekszik, és igyekezett lassítani, de ez a folyamat ettől függetlenül megállíthatatlanul tört előre. Felgyorsította a folyamatot Kína felemelkedése, aminek egy külön fórumot lehetne szervezni, mert rengeteg a félreértés Kínával kapcsolatban, és majd erről is beszélnék, hogy ez félreértése, vagy a gondolataink irányítása, ez utóbbiről vagyok meggyőződve. Tehát ezt a folyamatot gyorsította föl. És most itt vagyunk, hogy egy hivatkozhatnék, hogy okosabbnak látszódjak hatalmas nevekre, vagy Broderre, vagy Wallensteinre, tehát a világrendszerek hanyatlásának a periódusába érve. Itt vagyunk most, és ez mindig egy turbulens időszak, tehát a kapitalizmus elérte az imperialista formájában a végkifejletét, amely egy új világrend, hívjuk ezt multipolárisnak, világrend lehetőségének megjelenése élezett ki, és ezzel együtt ez a második nagyon fontos tényezőt, tehát az egyik volt, hogy imperializmus és hanyatlási fázis, és ennek a struktúrának a változása egypólusából multipolárissá, és a második tézisem, amit talán majd vitatkozunk, hogy én azt gondolom, hogy ez egyben a társadalom változását is jelent, ugye, és az alternatíva, ami megjelent, az egy szocialista átalakulás fázisában lévő kommunista párt által vezetett társadalom Kína képében. Tehát ez a két tézis, hanyatló imperializmus, amely vált egypólusú kapitalista világrendből egy többpólusúvá, amely magában hordja a szocializmus lehetőségét. Itt nagyon sok minden gondolatom van még, de annyit úgy kerekíteném most le így az első hozzászólás során, hogy ez természetes, hogy nem egyszer turbulenciákkal, hanem vérrel és háborúkkal jár, ugyanis a történelemben soha egyetlen egy uralkodó sem adta fel önként a hatalmát, kivéve a Szovjetuniót, igen, tehát zárójel bezárva, és az a félő, mondhatjuk, hogy félő, hogy ez egy világháborúban torkolik, és akkor most hagyd mondjam még egy gondolatot ilyen provokatíven, és nagyon nehezen mondom ki őszintén, nem a szívemből beszélek, hanem az eszemből, hogyha lehet érteni, hogy ez talán természetes és szükségszerű, mert hogyan máshogy lehet betörni az imperializmus hatalmát. Köszönöm. Köszönjük szépen, Krausz Tamás. Tisztelt hallgatóim, csak megkérdezném, hogy lehet-e hallani, amit mondok, hogy ne teljesen potyára beszéljek, amúgy tisztában vagyok a potya jelleggel. Lehet? Köszönöm szépen a szót. Tulajdonképp kapcsolódnék az előttem szólóhoz. Az a legfontosabb, május 1-én munkásosztály nemzetközi ünnepén, hogy lehetőség szerint egy olyan támogatást adjunk azoknak, akik erre igényt tartanak, hogy túl lehet élni az imperialista háború korszakát. Mi segít ebben? Az segít ebben, ha megértjük, hogy miről van szó. Az ellenállás formáit csak az alapján lehet meghatározni, hogy milyen mozgatói vannak a jelenleg folyó háborúknak a világrendszeren belül. Az orosz-ukrán, Hamas-Izrael, stb.
legújabb háború, Jugoszláviától számítva, Jugoszlávia szétbombázásától számítva, tucatnyi háború zajlott le azóta, hogy a Szovjetuniót lerombolták. Innen kezdődik történeti értelemben a nagy fordulat. A háború története onnan ered, amikor a kétpólusú világrend összeomlott, kialakult egy egypólusú világrend, amivel az Amerikai Egyesült Államok mit kezdeni. Az előttem szóló nagyon jó felvázolta azokat a tényeket, amelyek lehetetlenné teszik a világ irányítását egyetlen központból. Ez nem is ideológiai vagy politikai kérdés, ez egyszerűen a tényeknek egy normális belátására épül. Nem lehetséges Washingtonból vagy New Yorkból irányítani a világot. Ez csak háborúkhoz vezethet. Na most a kétpólusú világrend felbomlása eleve elindította a világ gazdasági és területi újrafelosztását, amiről a marxista irodalom sok ezer oldalt leírt Leninnek az imperializmus könyve óta. Na most a kétpólusú világrend, majd az egypólusú világrend felbomlásának vagyunk a tanúi. A háború, ami körülöttünk zajlik, az ennek a felbomlásnak a része. Tehát már most politikailag előre bocsájtom az alapvető tézisemet, hogy azok, akik ezt törzsi nemzetiségi alapot akarják megérteni, nem jutnak el sehová. Csak a háború fokozásához jutnak, a háborús hisztériához jutnak, és újabb háborúk alátámasztásához fognak érveket találni. Mit értek azon, hogy nem lehet megmagyarázni a háborút, nemzetiségi, törzsi, stb. Alapon? Ezt röviden megpróbálom a vitaindítóban összefoglalni. Azt már tavaly május 1-én, amikor szintén a háborúról szó esett a mi vitánkban, világossá tettük, azt gondolom, ebben egyetértés volt, hogy az orosz-ukrán háború nem orosz és ukrán nemzetiségű embereknek a háborúja. Szó sincs nemzetiségi konfliktusról a szónak abban az értelmében, hogy ezt véresen el kellene dönteni valamiféle nemzeti konfliktusok mentén. Ez egy orosz NATO háború. Ez a dolog veleje, újra kell osztani azt a területet, Oroszország és mondjuk így a NATO korábbi keleti határai között, amelyekről a Szovjetunió levonult vagy kivonult. A NATO keleti terjeszkedése eleve meghatározta, hogy a NATO államok az USA vezérletével tesznek Oroszország nemzeti érdekeire, tesznek arra, hogy Oroszországnak is vannak nemzetbiztonsági megfontolásai. Ki akarják terjeszteni a NATO-t lehetőleg a legkeleti pontig, ahol akár Oroszország gazdasági felosztása is számításba jön. Ez az egyik háborúhoz a kiinduló pont. Zajlik egy másik háború, amit úgy neveznek, hogy Hamas-izraeli háború. Ezt a háborút sem lehet törzsi, nemzetiségi alapon megközelíteni. Nem csak azért, mert Izrael sok nemzetiségű állam, lakosságának legalább 20%-a arab, hanem azért nem lehet, mert nem erről szól a dolog, hanem egy regionális, geopolitikai, geostratégiai háború. Ez a háború az imperialista és szubimperialista országok proxy háborúja. Ez a háború nem arab-izraeli konfliktusra épül, az csak az eszköz ehhez az imperialista háborúhoz, hogy minél jobban kiterjesszék.
ez a háború keletkezésének pillanatától, mindegy mikor határozzuk meg a keletkezést, 1948-ban, vagy a Hamas támadása október 7-én, ez a konfliktus volt, és a nagyhatalmak erre rátelepedtek. Sok évtizede zajlik, ezek a nagyhatalmak ezt a konfliktust nem akarták megoldani, és a mai napig sem akarják megoldani. Ezt a két ellentét, ez az úgynevezett arab-izraeli ellentét, ez helyileg nem is oldható meg. Ezt a háborút a szubimperialista iráni papi rendszer kezdeményezte a különféle proxy csoportjain keresztül. Ennek volt az egyik képviselője a tömeggyilkos Hamas terrorszervezet, amelyik október 7-én megtámadta Izrael államot egy véres tömeggyilkossággal kezdve. A közel-keleti hatalmi berendezkedés részeként zajlik a dolog. Irán, mint középhatalom akarja megszilárdítani a pozícióját. De a politikai propagandában az amerikai, az EU, az iráni, az összes politikai propagandában ezt úgy nyilvánítják meg, mintha egy törzsi háborúról lenne szó. Az ellenállási mozgalmak a háborúval szemben, amit én személyesen mindig is üdvözöltem, minden háború esküdt és elvi ellenfele voltam, amióta az eszemet tudom, de azt is pontosan tudom, hogyha valaki törzsi háborúként akarja leírni ezt a háborút, az olajat önt a tűzre. Nem fejthető meg ezen az alapon, ezért úgy gondolom, hogy azok az amerikai egyetemek, amelyeken most a diákmozgalmak egy zsidó-arab ellentétet akarnak ebből megrindolni újólag, és erre akarnak rátelepedni, ez a rasszista irányú értelmezések felé vezet bennünket. Tudomásul kell venni, nincs jó rasszizmus, nincs jó antiszemitizmus, semmilyen törzsi, a háború elleni harc, antiimperialista harc, vagy nem vezet sehova. Csak a vérözönhöz vezet a további háborúkhoz. Álláspontom differenciálására, majd a vitába visszatérek, most átadom a szót Schiffer Andrásnak. Köszönöm szépen Pécsi Ágnesnek a meghívást, és tisztelettel köszöntök itt mindenkit. Május 1-e, függetlenül attól, hogy a kétoldali propaganda mit harsog, nem Magyarország becsatlakozásának az ünnepe, hanem a munkásosztály nemzetközi ünnepe. És egyetlen aktualitással indítanék, én kevésbé a magasból, inkább a maga konkrétságából, hogyha már május 1-én beszélünk itt, ott, ahol 1890-ben először rendeztek Budapesten május 1-én szakszervezeti megmozdulást, de ilyen már itt a Városligetben nincsen, mert a Városliget kaviár baloldali urai zsibvását csinálnak szakszervezeti ünnepély helyett. Egy konkrét dologról illenék nekünk itt szót ejteni. Ez pedig az, hogy múlt év második fél évében a hatalom két lépésben, először a munkavédelmi oktatásnak a légiesítésével, második lépésben pedig a kötelező özenorvosi vizsgálat eltörlésével gyakorlatilag szabad prédává tette a magyar dolgozókat. Mind a két törvénynél belengedték azt, hogy majd miniszteri rendeletbe pontosítják, hogy mely munkaköröknél milyen pontos munkavédelmi tájékoztatót kell majd átadni a dolgozóknak. Mit gondolnak, hogy január 1-e óta hány miniszteri rendelet jelent meg, és mely munkakörökre, amely pontosítja a munkavédelmi oktatás tartalmát? Egyetlen egy,
mégpedig a számítógéppel dolgozó irodai munkásokra, illetve akik home office-ból végeznek távmunkát számítógéppel. Tehát akik gyártósoron, akkumulátorgyárban, veszélyes anyagokkal kétkezi munkát végeznek, azokkal kapcsolatban gyakorlatilag illuzórikussá vált a munkavédelem Magyarországon 2024-től. Az üzemorvosi történetnél szintén azt ígérték, hogy majd miniszteri rendeletben megszabják, hogy mely munkaköröknél lesz kötelező a rendszeres munkaalkalmassági felülvizsgálat. Hány miniszteri rendelet jelent meg 2024-ben? Egy sem. Tudom, hogy nagyon furcsa itt erről beszélni, mert az elmúlt hetekben megszoktuk azt, hogy mindenféle magamutogató hülyeségekről szól a magyar közélet, és mindenféle magamutogató baromságokon és kölcsönös tolvajozásról szól a kormány ellenzék vita, de mindeközben pedig egyetlen dologról nem esik szó, hogy egyébként becsatlakozva egyébként a globális világrendben a magyar nemzeti burzsóáziát képviselő kormány milyen módon szorítja le a munkaerő árát, milyen módon töri le a bérharcot Magyarországon. Amit elmondtatok, az a kapcsolatban néhány megjegyzésem lenne, mármint elsősorban, amit a Tamás elmondott az előtt. Azzal én messze menően egyetértek, és meg el is mondom, hogy miért értek egyet, hogy a most zajló háborúkat, ha jól idézem a Tamás, törzsi kisebbségi alapon nem lehet megmagyarázni. Valóban, viszont azért egy dologra figyelni kell. Ha már itt nagyon ünnepelni akarja valaki Magyarország uniós becsatlakozását, akkor talán azt is számon lehetne kérni a brüsszeli intézményeken, hogy Európában miért nincsen egységes kisebbségvédelmi rezsim. Tudnék, az a helyzet, hogy miközben ezeket a háborúkat nem lehet törzsi nemzetiségi alapon megmagyarázni, azért ne tegyünk úgy, mintha nem az történne, nem az a forgatókönyv menne a szemünk előtt, akár Jugoszláviában, akár most a volt Szovjetunió területén, hogy miután nincsen kisebbségvédelmi rezsim Európában, ezért folyamatosan ki lehet játszani a nemzetiségi előítéleteket, a xenofób kártyát bárhol Európában. Tehát akkor, amikor a különböző tőkefrakciók le akarják játszani egymással a meccseiket, az etnikai ellentétek, a törzsi ellentétek mindig kapóra jönnek. És hogyha nem akarnák ezt a kártyát kijátszani, akkor igenis Európában legalább akkora sebességgel készülne egy kisebbségvédelmi rezsim, mint amilyen sebességgel egyébként a migrációs rendszert próbálják most éppen megteremteni. És amiért én ebben egyetértek a Tamással, annak az az oka, hogy nem lehet azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy ami a mozgatója ma szerte a világon ezeknek a törzsi, kisebbségi alapon zajló ödökléseknek, az a kétoldali identitáspolitika. Tehát az egyik tőkefrakció, a globális nagytőke megcsinálta a maga progresszív jobboldali elbeszélését, csinált egy identitáspolitikai kampányt, ami arról szól, hogy folyamatosan jó embernek mutatják be magukat, és különböző periférikus csoportokat maguk előtt tolva, egy védő pajzsként próbálják elterelni az ellenállást a rendszer lényegéről. Ezzel szemben pedig a másik tőkefrakció, aminek a természete természetesen nem egynemű ahhoz képest, hogy Magyarországról, Ukrajnáról, Oroszországról, vagy éppen Kínáról, Törökországról, vagy az iráni teokratikus államról beszélünk, de az a nemzeti burzsóáziák által legyártott populista ideológia, ami az identitáspolitika, a progresszív identitáspolitika inverse, azzal tereli el a figyelmet, hogy folyamatosan különböző törzsi alapon, vagy más természetes jellemzők alapján meghatározható módon, hogy leszakított csoportokat állít céltáblaként előre, megint csak elterelve a figyelmet a rendszer lényegi problémáira. Ami nagyon szembeütő viszont, hogy szemben azzal, ami 20 évvel ezelőtt volt Európában,
ugyanis 20 évvel ezelőtt, bő 20 évvel ezelőtt zajlott az amerikai imperialisták iraki agressziója. Egész Európában tüntettek, milliók tüntettek. És ráadásul nem akárhogyan, szivárvány zászlóval tüntettek milliók, mert érdekes módon 20 évvel ezelőtt Európában közmegegyezés övezte azt, egyébként elsősorban Olaszországban, ahol néha még mindig fellelhető a pácse felirattal a szivárvány zászló, hogy a szivárvány zászló az az antiimperialista ellenállásnak a szimbóluma. Eltelt 20 esztendő, és a globális nagytőke európai rezidensei a szimbólumból egy identitáspolitikai szimbólum, ebből a szimbólumból egy identitáspolitikai szimbólumot faragtak, és eltűntek a béketüntetések Európában. Miközben soha olyan közel nem álltunk egy nukleáris konfliktushoz, igen a 60-as években sem, mert hogy Moszkva és Washington között sokkal inkább működött a fórum, meg a Visznóből idején, mint ahogyan most működik, és dermesztő módon nincsenek béketüntetések Európában. Szerintem, hogyha valami föl kéne, hogy hívja a figyelmet arra, hogy az identitás politika segítségével hogyan lehet elcsatornázni az ellenállást, a rendszer természet elleni tiltakozást, az pontosan a szivárvány szimbólumnak a kiforgatása, és az, ahogyan a béketüntetések Európából eltűnt. És akkor itt még valamit, mert ugye békekövetelést azt itt Magyarországon is hallunk, ha valaki antiimperialistákat akar támogatni, azt itt két fával odébb megteheti a munkáspárt asztalánál, de ugye a kormánypárt is folyamatosan a békéről szöveggel a mostani európai parlamenti választási kampányban. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Hogyha őszintének akarja valaki tekinteni azt, amit ezzel kapcsolatban a miniszterelnök beszél, akkor nézze már utána, vagy kérdezze már rá, hogy amikor decemberben meg februárban belengedte a vétóját, miért nem kötötte ahhoz a magyar álláspontot, hogy innentől kezdve csak úgy szavaz meg Magyarország bármit Ukrajna támogatására, hogyha az Európai Unió azonnali tűzszüneti felhívással fordul a harcoló felekhez. Tehát valahogy a retorika meg a gyógyszövegek mellől ez a konkrét cselekvési terv kezdeményezés hiányzik a magyar miniszterelnök arzenálján. A másik, nem elég arról beszélni, hogy Jézus Isten Magyarországot be akarják késelni a háborúba. Magyarország tagja egy katonai szervezetnek, a NATO-nak. Egy olyan katonai szervezetnek, egy imperialista szervezetnek, amelyiknek az alapokmánya mégiscsak egy nemzetközi szerződés, az védelmi szövetségként határozza meg magát. Nem elég arról beszélni a magyar kormánynak, hogy ők az egyetlen, Budapest az egyetlen békeharcos, egyértelművé kell tenni, hogyha a NATO csapatok átlépik a NATO határát, belépnek más állam területére, Magyarország azonnal bejelenti a kilépési szándékát a NATO-ból. Nem elég handabandázni, világossá kell tenni a magyar pozíciót. Ne legyen kétség, ha komolyan gondolják azt, hogy NATO csapatok Ukrajna területére lépnek bármilyen keretezésre, Magyarország akkor is benne van a háborúban, hogyha Rogán Antal újabb plakátkampányt indít el. Hogyha őszinte a magyar miniszterelnöknek a szövege, akkor egyértelművé kell tenni, hogy Magyarország pontosan addig a napig tagja a NATO-nak, amíg a NATO tartja magát ahhoz, hogy alapvetően egy védelmi szervezet. Az a katonai szervezet, amelyik átlépi a saját tagállamai határát, az onnantól kezdve nem védelmi, hanem támadó szervezet. Ugyanúgy, ahogy támadó háború volt az is, amit az Amerikai Egyesült Államok Irakban indított az olajkészletek megszerzése érdekében. Mert persze, csatlakozva ahhoz, amit Anna Mari meg Tamás elmondott, az atlantista érdek, az természetesen nem az ukrán nép önrendelkezése
nem valamiféle metafizikai igazságnak a keresése, hanem az agrobiznisz, az amerikai hadipar érdekei, és mindezek mögött ott állnak a globális kapitalizmus cápája a magántőke alapok. Rajtuk múlik, akkor lesz béke, hogyha a BlackRocknak és a társainak kifizetődőbb az újjáépítés, mint a további háború. És végezetül még egy dolgot azért szeretnék elmondani, ezt részben Tamás már érintette, hogy akármit gondolunk, akár az ukrajnai háborúról, akár a gázai háborúról, teljesen nyilvánvaló, hogy azt, hogy egy ország, egy másik ország területére katonai csapatokkal belép, tehát most itt a putyini invázióra gondolok, vagy az, hogy gyilkoló gépek, civil embereket terrorisztikus, szadista módon elállatiasokkal egyébkolnak, ezt nem lehet mentegetni. Viszont az előbbi kérdésnél teljesen egyértelmű, elnézést, az... amire a Tamás is utalt, hogy az orosz inváziót megelőzően Oroszország két évtizeden keresztül folyamatosan jelezte azt, hogy a saját biztonsági megfontolásaikkal ütközik a NATO-nak a további terjeszkedése. Valaki ebbe kételkedik? Lapozzon vissza az első szabad választás kampányának a politikai programjaihoz. 1990-ben föl nem merült az, hogy Magyarország a NATO tagja lenne. Az volt a sláger a rendszerváltó országokban, hogy ezek az országok semlegesek lesznek. Varsói szerződés tagjai voltunk, Antal József hatható segítségével a Varsói szerződés következő évben kimúlt. Szó nem volt arról, Bill Clinton hivatalba lépéséig szó nem volt arról, hogy a NATO keletre terjeszkedne. Erre nem is volt szükség, hiszen maga a NATO egy hidegháború szervezet. Tehát, hogyha véget ért a kétpólusú világrend, egypólusú világrend lett 1991-et, tehát a Szovjetunió bukását és a Varsói szerződés megszűnését követően, a NATO egy túlélt, indokolatlan, kizárólag imperialista amerikai hadipari célokat, hadigazdasági célokat szolgáló katonai szervezet. Ha valaki ebben kételkedik, nézze meg azokat a szövegeket, amit minap elhangoztak Amerikában az amerikai kongresszusi képviselők előtt, ahol Blinken és mások próbálták rávenni további támogatásokra az amerikai törvényhozókat, azzal érveltek, hogy minden Európában, Kelet-Európában elköltött dollár az ukrajnai fegyverekre, az az amerikai hadiparnak jelent megrendelést. Itt van az ebbe elhangtolva. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy itt egyértelművé kell tenni viszont azt is, Tamás, legalábbis nem tudom, hogy ebben van-e köztünk nézetkülönbség. Én azt gondolom, hogy a 21. században már nagyon nem arról van szó, hogy úgy, ahogy az első, meg a második világháborúnál történt, hogy jól felosztható államok, államcsoportok állnak egymással szemben. Ha már egyre egyértelmű, hogy ilyen önálló akarattal rendelkező amerikai, német, francia államgépezetről egyre kevésbé lehet beszélni. Itt a globális nagyvállalatok folytatnak egy élet-halál harcot a különböző nemzetállami keretek közé szerveződő helyi bourgeoisiákkal szemben, meg akarják szerezni az ő profitjukat, ezek és ehhez leginkább az amerikai Egyesült Államoknak az államgépezetét használják fel. Ugye, amit ők korrupciónak neveznek itt a végeken, az ott lobbizás. A kettő között annyi a különbség, hogy itt a végeken, a fél periférián a politikai hatalom veszi birtokba a gazdasági hatalmat, ezt nevezik Washingtonban korrupciónak. Ott viszont a gazdasági hatalom régen lenyelte a politikai hatalmat. Hát tessék megnézni a híreket az amerikai elnökválasztási kampányal kapcsolatban, kifejezetten dicsekszenek azzal, hogy a különböző multimilliárdosok mely párt vagy mely jelöltnek a kasszájába helyeztek el ennyi vagy annyi támogatást. És végezetül egy utolsó megjegyzés csak ahhoz, amit itt a Anna-Mari
eljövendőlt itt, hogy hát egy háború fogja ezt a konfliktust eldönteni, azért mármint, hogy közvetlen összecsapás, hogyha jól értettem az Anna Marit, azért itt azt ne hagyjuk már figyelmen kívül, hogy ha közvetlen összecsapás van a globális nagytőke képviselői, és a velük szemben jó részt a BRICS vagy Oroszország Kína körül megszerveződött helyi kémurak között, az egy nukleáris konfliktus. Egy nukleáris konfliktusnak nem hogy győztesei, túlélői se lesznek, csak remélni lehet, hogy ezzel a téttel minden oldalon tisztában vannak. És még egy, még csak az se kell, hogy taktikai atomfegyvereket vessenek be. Bőven elég az, hogyha egy-egy működő atomerőművel, akár csak véletlenül is, rakéta találat ér. Ezt 86. április 26-án megtapasztaltak itt Kelet-Európában. Tehát a tét az a létezésünk, és én csak remélni tudom, hogy ennek a súlyával tisztában vannak a döntéshozók Brüsszelben is, Washingtonban is, illetve nem utolsó sorban Párizsban, ahol páros napokon nagyon helyesen a francia elnök meghirdeti azt, hogy az Európai Unió nem lehet továbbiakban az Amerikai Egyesült Államok ölebe, páratlan napokon pedig a francia elnök már csapatokat küldene Ukrajna területére. Két megjegyzésem lenne az elhangzottakhoz. A lényegben egyetértünk, és ez fontos, mert legalább május 1-én legyen az a látszat, hogy a baloldalon belül viszonyunkban. Ki rendszer az úgy áll egymással szembe, mint a demokrácia a diktatúrával. Én ennél nagyobb hazugságot megmondom őszintén, az utóbbi 20 évben még nem láttam, hiszen maguk az ukrán politikai vezetők hirdették ki a diktatúrát azzal, hogy ellentétben Oroszországgal nem rendezik meg az elnökválasztást, hogy legitimné tegyék azt az elnököt, amely szisztéma eredendően 2014-ben nem legitim módon szilárdult meg. Talán még mindenki emlékszik rá, hogy puccsista alapon pár százezer ember támogatásával egy 45 milliós nép által megválasztott elnököt elkergettek. Tehát nem működik ez az egész demokratikus handabandázás. De tegyük most félre az ideológiai problémát. Az a véghetetlen nagy baj van, hogy az Európai Unió ezzel, hogy korlátlanul támogatja gyakorlatilag a Zelenszkij rendszer, saját magán belül építi le a demokratikus gondolkodás és politikai struktúrák utolsó maradványait. Az emberek már azt sem értik, komolyan mondom, hát elég széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezem, már azt sem értik, hogy hogyan lehetséges, hogy az Európai Unió ünnepli a teljes orosz-szovjet kultúra lerombolását a kultúra és a demokrácia nevébe Ukrajnában. Legutóbb, tegnap előtt verték le, úgy tudom, a legutolsó nagy szovjet emlékművet, gyakorlatilag ellenállás nélkül, no, a helyi lakosság ezzel valamikor még mert azonosulni. Tehát itt egy kulturális fordulat van, egy a demokratikus rendszerek és szokások szétszúzásáról is szó van, de erről nem veszünk tudomást. Hát egy csomó liberális ismerősöm, barátom még mindig nyomja ezt a demokratikus, nem tudom milyen álságos szöveget Ukrajnával kapcsolatban, amikor a legbrutálisabb rasszista ruszofóbia valósul meg. Nyugati támogatással átírják a történelmet. A banderista náci holokausztal kollaboráló csoportoknak adnak politikai, gazdasági, katonai támogatást. Hát gondoljuk meg, ugye azt szoktuk mondani, hogy a reakciós magyar kormány, ez a reakciós magyar kormány az egyetlen, amelyik Európában nyíltan azt meri mondani, hogy hát ő békét akar. Hát ott állok megfürödve a 30 éves politikai propagandámmal,
hogy a fenében van, hogy Nyugat-Európában, ahogy mondta helyesen az András, nincs semmiféle békemozgalom. Hanem jön a Borrell, jön az a hölgy, valami, mit tudom, mindig kimegy a neve a fejemből, Berboknak hívják, meg ez a Van der Leyen, meg a többi korrupt vezető, akik ellen gyakorlatilag per fog indulni korrupciós alapon, amit ők szoktak követelni mások ellen. Ezek az emberek és vezetők rasszista alapon állítanak bennünket szembe az orosz civilizációval. Hát fel, és a kínai civilizációval egyébként. Erre oda kell figyelni. Ugyanezek a vezetők. Egyszerre minden oldalon állnak. Figyeljék meg a Hamas-izraeli háború. Mind a két oldalnak akarnak kedvezni. Az európai vezetők pedig aztán a végsőkig azzal akarják otthon eladni magukat a muszlim lakosságnak is, meg nem csak a muszlim lakosságnak, hogy egyfelől katonailag kell támogatni Izraelt, mert egzisztenciálisan sorsdöntő háborúban van, másfelől meg tovább finanszírozzák a Hamaszt és a katonai struktúráit. Ugyanazok az emberek, ugyanazon a módon, egyidejűleg mind a két oldalt egymás ellen hergelik. Na, ez a dolognak a lényegi mozzanata, ez kell átki, és egy békemozgalomnak globálisan maga ez ellen a kapitalista világrend ellen kell irányulni. Ha ez nem történik meg, akkor következik be a háború, ami nem, hogy Magyarországot elsöpri, az emberi civilizációt hozza végső fázisába. Kedves nézők és hallgatók, láthatják, hogy minden sztereotípiának ellentmondva milyen nehéz egy nőnek a dolga két ilyen verbálisan túlfejlett férfi között. De, hát, ugye, most viszont nálam van a papom, úgyhogy én beszélek. Hát, mégiscsak lelkitársak vagyunk, megint csak bebizonyosodott Krausz Tamása, ugyanis mielőtt kivette volna a kvázi kezemből a mikrofont, azt mondtam volna, folytatva András gondolatait, hogy békemozgalmat kell szervezni. Itt sopánkodnak a baloldal, azon a baloldal, amit mi baloldalnak nevezünk, nem a neoliberálisoknál, hogy mi, igen, most ebben nem menjünk be, hogy mi a baloldal, de hát szóval akik olyanok, hogy egy jobb társadalom, egy szocialista társadalom jövőjében gondolkodnak, hogy mit lehetne tenni. Hát elsősorban béke kell, meg kell akadályozni a világégést, és abban valóban benne van, hogy ez csak akkor lehet, hogy a kormányváltás, rendszerváltás van mindenütt. Ezt kell csinálni, ez a feladat. És ebben partnerek és másik dolog, amiben nagyon egyetértek, a jobb oldal. Igen, kérem, velem is fordult a világ. Velem is fordult a világ, én hamarabb fogok a Fideszre szavazni, mint most, bár elmondom a véleményemet, mint bármelyik olyan olyan pártra, amelyik most a porondon van, és nincsen szava arról a háború, az Armageddonnak a leállításáról, amely előtt áll. Tehát ez az elsődleges feladat, és akkor ezt el is kezdhetjük összefogva a konzervatívokkal, akik szintén a békét tartják legelsősorban fontosnak. Na most én még a jövőből nézve vissza, hogy mi zajlik. Tehát abból indultam ki, hogy az egypolusú világrend felbomlása multipoláris, és az nyitja meg az utat a szocializmus felé. Na most ebben a harcban két tényező áll egymással szemben, mint a barátaim itt elmondták tulajdonképpen, a magántőke és az állam. A magántőkét már ugye, ahogy András szépen lefestette, lenyelte, a magántőke már lenyelte az államot az USA-ban, és a magántőkével szemben egyetlen entitás van, amelyik erőt tud felmutatni, az maga az állam.
hol vannak még államok ott, ahol ezeket az államokat a nemzeti tőkékre támaszkodva, vagy maguk a nemzeti tőkék, mert ez dialektikus dolog, politikai csoport megnyeri a hatalmat, segít a nemzeti tőkének megerősödni, tehát ahol ezt az államot megerősítették a nemzeti tőkék, tetszik vagy nem? Marxista, kommunista, szocialista, ista, pista barátaim, ismerőseim, ez a helyzet. Erre nem lehet azt válaszolni, hogy jó, de én inkább szocializmus szeretnék, mert most nem az van a történelem poronyán. És ennek kapcsán én egy kicsit ellent mondanék Andrásnak, aki kiváló politikus, és nagyon jól tudja, hogy kell őszintén és mégis okosan beszélni, amikor rögtön biztosít mindenkit arról, és ezt meg szokta tenni persze Krausz Tamás is, hogy Oroszország agresszor, és Hamas pedig de András mondott, a Hamas pedig hát vállalhatatlan dolgot, ugye emberek gyilkosságát azt ugye nem tartjuk vállalhatónak, de hogy ez egy terrorista szervezet, csak éppen azt szeretném megkérdezni, ha már történelmi emlékezetre többször utaltatok itt, hogy ugyan már, amikor az angolok kiűzéséről volt szó Palesztinában, akkor milyen szervezetnek titulálták azokat a szervezeteket, amelyek zsidók által megszervezve harcoltak az angolok ellen? Terrorista szervezetek. Amikor Algériában a franciákat akarták kiverni, és ki is verték, akkor hogyan titulálták azokat a gyilkoló, terrorcselekményeket végrehajtó nemzeti gerilla mozgalmakat terrorista szervezetnek? Tehát, ahogy mondtad, ez egy nagyon régi konfliktus Izraelben, a Palesztinában, és hát nem annyira régi, de nagyon régi konfliktus Ukrajnában is. Ami azt illeti, hogy tehát én azt szeretném mondani, hogy legyen valami vita is, hogy ismerjük el azt, nem szeretvén, nem igen elvén persze az emberek gyilkolását, amit azóta Izrael számolatlanul folytat Palesztinában. Tehát, hogyha a Hamaszt előhozom, akkor bizony elő kell hoznom ezt is. Tehát, hogy itt egy nemzeti felszabadító harc folyik a palesztinok részéről, az Izrael által, a cionisták által, akik nem azonosak a zsidókkal, ez egy politikai mozgalma, cionizmus, létrehozott Izrael által elnyomott nép folytatja ezt a harcot. És itt tenném hozzá Tamás, hogy te nagyon, nagyon finoman, de logikailag végül is, bár verbálisan ilyet nem szoktam mondani, de logikailag végül is oda vezet az érvelésed, hogy minden, ami a cionista projekt bírálatát jelenti, az áttűnjön a te interpretációdban antiszemitizmussá. Ez ellen minden alkalommal tiltakozni kell. Ugyancsak igaz ez Oroszország stratégiájára. Mert nem csak, hogy 2014 óta polgárháború zajlott egy puccs után Ukrajnában, hanem az is történt, hogy a Luhanszki és a Donetszki köztársaságok népköztársaság címén autonómá nyilvánították, kiáltották magukat, és egyébként kérték a felvételüket az Orosz Föderációba. Az ukrán rezsim ellenséges politikája miatt. És ezt is mindenki kikutathatja, hogy András szokott erre hivatkozni, hogy meg lehet nézni ezt a különböző dokumentum interneten. Katonai mozgósítással honorálták Ukrajnában, és arra készültek, hogy lerohanják ezeket a köztársaságokat. Oroszország pedig ezek védelmére vonult be, tulajdonképpen az orosz ajkú népesség védelmére vonult be. Úgyhogy én ezt sem mondanám, ezt sem nevezném agressziónak, ráadásul az ENSZ-ben a népek önrendelkezési joga az előrébb van, mint a területi integritás joga. Tehát erre amit nem szoktak hangsúlyozni, hogy Oroszország erre hivatkozva küldte be a csapatait Ukrajnába.
És akkor jól látom, hogy a fiúk már majdnem örülnek, hogy ők is beszélhessenek. Még egy gondolat, hogy velem vitatkoztak, igen, de hát ezt kérték, hogy legyen izgalmas a dolog. Úgyhogy én azzal szeretném ezt a kört zárni, ki tudja, kapok-e még mikrofont, hogy jó, van hát egy kis, jó, hogy tehát, igen, hogy tehát itt, amikor az államról beszélünk, amelyik egyedül szembe tud fordulni ezzel a jól szervezett állam, egyébként pedig katonailag is ütőképes állam, tehát egy államnak kell katonai erejének lenni, szeretjük vagy nem, amíg nem a békre honol, és angyalok szállnak a fejünk felett a földön, tehát egy ilyen állam tud szembeszállni globális tőke hatalmával, addig nem szabad az államok, ezen államok ellen menni. És az államok megerősítéséhez nem csak nemzeti tőke kell, gazdasági erő kell, és nem szocializmusban, hanem kapitalizmusban, hanem kell az is, hogy az emberek elfogadják ezt. Ehhez kell nemzeti érzés. Nincs olyan függetlenedési, szuverenitásért folytatott, vagy felszabadításért folytatott mozgalom, amelyben ne lenne nemzeti érzés. A proletár internacionalizmus nemes eszméje idején erre kevésbé volt szükség, de ez a baloldal, amit mi baloldalnak nevezünk, azt tanulta meg, hogy a nacionalizmus, a nemzet, az valami lepra dolog. Nem az. Sem a hazaszeretet, sem a nemzet, sem a nemzeti kultúra, sem a nemzeti tradíció. Folytatom, én sem tettem milyen megjegyzéseket. Tehát ezeknek az újjáépítése szükséges ebben a hatalmas, tektonikus átalakulásban, és talán azért is, hogy ki tudjunk maradni. Ha ki akarnánk lépni a NATO-ból, az EU-ból, amit én nagyon dicséretesnek tartani, legelsőbb a NATO-ból, de az EU-ból is, ahhoz bizony hatalmas összefogásra lenne szükség a magyar nép oldaláról, és ehhez az kell, hogy a magyar nép büszke legyen, szeressük a népet. Az egész liberális ellenzéktől más se hallunk, mint hogy ez az ország milyen szerencsétlen, hogy a nép az milyen agymosott, bezzeg nyugat, és hogy mi európaiak vagyunk, mint hogyha Európa nem az Urálig tartana, amiben benne van az orosz kultúra, és a többi. Tehát összefoglalás, tehát az állam erejét én elengedhetetlennek tartom, és ehhez nem csak gazdasági erőre, nemzeti tőkére, hanem bizony nemzeti érzésre is van szükség. Hogy aztán ebből hogy fordulunk majd rá a szocializmusra, az én perspektívám szerint a multipolaritás fog erre lehetőséget adni. Összegyűjti. De addig jó a vita, amíg fejben van, hogy miről szól. Mindennel egyetértek az Anna Máriával, amiről nem fogok most beszélni nagyon röviden, amivel nem értek egyet, azt elmondom. A baloldal nem igaz, hogy a nacionalizmust félredobta, hanem csak differenciáltabban közelítette meg, mint az Anna Mária. Abból indult ki Lenin óta napjainkig, minden komolyan vehető baloldal, még a Kádár rendszer is, hogy a nacionalizmus sokféle arculatú és nagyobb különböző jelenségekből áll. Soha nem tagadta a plebejus nacionalizmusnak a jelentőségét a baloldali szocialista mozgalmak fejlődése szempontjából. De a konzervatív vagy liberális nacionalizmus irányába soha nem tett olyan engedményt, amit te itt javasolsz, de az nem baj, hogy te itt javasolod, csak ne kelljen vele egyetérteni. Tehát ez az első pont, ami nagyon fontos. A második nagyon fontos pont a nemzeti burzsóáziához való viszony, meg a nemzeti rendszerekhez való viszony. Attól függ, milyen rendszerekről van szó. Attól függ, hogy ez egy papi diktatúra, akkor engem nem érdekel a papi diktatúrának a milliókat elnyom.
a nők jogokat semmibe veszi, a szivárványokat semmibe veszi, a melegeket semmibe veszi, a munkavállalókat semmibe veszi, akkor engem nem érdekel, hogy neki milyen jó geopolitikai érdekei vannak Amerikával szemben. Mert nem minden szar, ami nyugaton van. Van egy nagymértékű kultúra, a humanizmus ott keletkezett, Marx nyugati volt. Ez az egész dolog nagyon könnyen el tud bennünket vinni egy ilyen hiótó válláspontra, hogy a jó kelet, vagy meg a rossz nyugat, ez ugyanaz, mint amit ezek a lájerek mondanak az Európai Unióban, meg a borelek, hogy a jó nyugat, meg a rossz kelet, hát ezt nem fordítsuk meg, hanem muszáj. És a harmadik mozzanat, és akkor az Andrásnak odaadom, hogy viszonyuljon a három problémához, de nem lehet a konkrétságtól olyan szinten elmenni, hogy akkor is voltak terrormozgalmak, meg most is vannak, de ezzel el akarod ködösíteni, hogy az iszlamofasizmus az nekünk nem út. Afelé nem tudsz menni. A arab államoknak el kell ismerni, hogy Izrael az ENSZ által elismert állam. Itt nincs mese. Izraelnek el kell ismerni, hogy az arab területeken önálló független nemzetállam hozható létre, és el kell ismerni, hogy azoknak a telepeseknek el kell menni, akik elfoglalnak arab területeket. Na de azt mondani, hogy általában valamiféle államnak a létezését kétségbe vonjuk, az már a Hamasszal és a terrorizmussal való szolidaritás lenne, amit itt határozottan elutasítok. Kezdeném itt a reflexiókat. Tamás itt az előző körben elkezdett gondolkodni, hogy a művelt nyugaton folyik egy civilizációs szembeállítás az Európai Unió államai és Oroszország, a nyugat és Oroszország között. Mi ennek a valódi oka? Szerintem az, hogy még ha a fegyveres konfliktusnak is adjaik rövidesen valamilyen módon vége van, soha ne tudjon újjáépülni egy olyan intenzív kapcsolat, aminek a kulturális kapcsolat az alapja, tehát ahogy itt a nemzeti érzésre is hivatkozott más összefüggésben az Anna Mari, ami egyébként egy látványos fejlődési pályára állíthatná Eurázsiát. Tehát Tamás, nekem az ezzel kapcsolatban a felvetésem, hogy a hisztéria, hogy orosz belorusz sportolók az olimpián, meg az orosz kultúra ott van Párizsban, Londonban, Berlinben, tökéletesen nem csak, hogy értelmetlen russzofób, hanem ha úgy tetszik, rasszista propaganda, ez nem teljesen oktalan. Mert azok a tőkés gépezetek, akik az atlantista propagandának a vitorlájába fújják a szeret, nekik elementális érdekük az, hogy Európa soha ne kapcsolódjon össze az oroszokkal, meg a kínaiakkal, akkor se, hogyha történetesen végke lesz Ukrajnában. És ezt azzal lehet megalapozni, hogyha az európai társadalmakat, az európai választókat addig hevítik, amíg eszükbe nem jut. Nemhogy nem jut eszükbe, hogy kapcsolódjanak valamilyen módon oroszokhoz, kínaiakhoz, hanem hogyha véletlenül bármilyen európai kormány saját jól felfogott gazdasági érdekeitől vezérelve mondjuk be akarja hegeszteni azt a gázvezetéket, ami rejtélyes módon ugye a Nordic Stream fölrobbant, önmagában ez a Nordic Stream csodálatos felrobbanása pontos szimbóluma az Európai Unió szolgaságának, akkor ott legyenek azok a választói tömegek, akik idézőjelben tessék érteni, észhez térítik az így politizáló kormányt. Erről szól ez a civilizációs szembeállítás. A másik megjegyzésed Gázával kapcsolatban, és itt akkor reflektálnék egy kicsit Anna Marira is, hogy szerintem nagyon pontosan mondtad, hogy milyen érdekes, hogy a progresszív főáram mindkét oldalnak kedvez egy kicsit, Izraelnek is, meg Gázának is. Ez nem véletlen. Mert a legnagyobb rejtély ugye ebben az egész október 7-i drámában az, hogy a viharba fordulhat el, és azóta egy katonai hírszerzési főnök távozásán kívül semmit nem tudunk erről,
hogy egy, ha úgy tetszik, a világ egyik legjobban megszervezett védelmi rendszerével rendelkező ország területén terrorista csoportok bestiális gyilkosságokat követhetnek el szabadon gyakorlatilag fél napon keresztül. Ez az igazi kérdés. Ezek a vadállatok ugyanezt meglépték volna 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel ezelőtt is. Ezt a kérdést nem feszegetik. És én azt ajánlom mindenkinek a figyelmét, hogy ez a történet se fekete-fehér. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyik oldala jó, a másik a rossz, és akkor ennek dukkolunk, vagy annak dukkolunk. Netanyahu, aki egyébként koalícióban van ugye olyan szélsőséges pártokkal, akik ugyancsak rasszisták, mármint hogy rasszista módon arab ellenesek, palesztin ellenesek, de így van, Tamás, de Netanyahut az amerikaiak minden eszközzel távol akarták tartani a kormánytól, majd amikor megnyerte a választást Netanyahu, egyértelmű felhatalmazást kapott a zsidó néptől, 47-en keresztül olyan tüntetés sorozat volt Netanyahuval szemben, ami egyébként példátlan Izrael történetében. Így van, nagyon helyes. Szóval csak ott folytatnám, hogy azért az nagyon érdekes, hogy 47-en keresztül folyik egy delegitimációs tüntetés sorozat a Netanyahu kabinettel szemben, majd most már nyíltan az amerikai elnök megmondja azt, hogy Netanyahu távozását akarja. Minthogyha az amerikai elnöknek jogában lenne véleményt nyilvánítani arról, hogy bármely ország miniszterelnöke kívánatos-e vagy sem. Mintha nem az adott népnek kéne dönteni arról, hogy ki vezesse. Tehát csak azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy amíg nem derül ki világosan, hogy mi történt Izrael államban október 7-én délelőtt, miért folyhatott ez a gyilkolászás szakadatlanul, nem tudok szabadulni attól a gyanútól, hogy az atlantista stratégák egyszerre akarják fönntartani Izrael államot és visszaszorítani Irán proxiait, de ugyanakkor nem akarnak szuverenista kormányt Jeruzsálemben sem. Hát tessék megnézni azt, hogy Netanyahunak az egyébként cionista, szélsőséges, ha úgy tetszik, fasiszta koalíciós partnerei Ukrajna ügyében nyíltan szembe mentek az Amerikai Egyesült Államokkal. A gázai terrorcselekményt követő napokban a kubai szankciók feloldása esetében az ENSZ-ben egyetlen ország szavazott az Amerikai Egyesült Államokkal szembe, Egyesült Államok mellett, és ez Izrael volt. Tehát azzal a feltevéssel élek, hogy az Amerikai Egyesült Államok, illetve az Amerikai Egyesült Államokat mozgató nagytőkés körök egyszerre akarják visszaszorítani az iráni proxikat, egyszerre akarják biztosítani Izrael állam létét és függetlenségét, amihez egyébként Izrael államnak joga van, de ugyanakkor nem akarnak egy önjáró kormányt Jeruzsálemben sem, ahogyan sehol másuk az Egyesült Államok által a törzs területének tekintett államokban sem akar ilyet. És egyébként pedig, aki más ország területére hívás nélkül bemegy, Anna Maria az agresszor. Az oroszok agresszorok voltak itt is 56. november 4-én, és agresszorok voltak 22. február 24-én. Tehát a második világháborúban mi is agresszorként léptünk föl, amikor hívás nélkül bementünk a Szovjetunió területére. Csak azt szeretném mondani, hogy ugyanígy terrorista az, aki szadista, bestiális módon gyilkolja a polgári lakosság. És én nekem ott van csak vitám Anna Marival, hogy a múlt bűneit nem használhatjuk fel mai bűnök relativizálásán. Sőt, tovább megyek, ez után a múlt és a jövő, ez egy folyamat. Az október 7-i bestiális gyilkosságok sem adnak felhatalmazást Izraelnek
arra a tömeggyilkosságra, ami ma Gázában folyik. Az október 7-i bestiális gyilkosságok ellenére is a palesztin népnek joga van az önrendelkezésre. És igen, amikor a magyar kormány joggal fölháborodik azért, hogy Brüsszelben egy konferenciájukat meghiúsítják, csak emlékeztetném arra a önöket, hogy a magyar kormány ugyanilyen módon hiúsította meg a Gáza melletti szolidaritási tüntetéseket Budapesten, tavaly októberben. Egyébként pedig, ami a területi, a népek önrendelkezését illeti. Én nem lehetlenül mondtam azt, hogy egy kisebbségvédelmi rezsim az, ami szavatolhatja hosszú távon Európa békét, hogyha ez bárkinek is érdekében állna már, mint hogy a békét szavatolni. Mert hogy egy ilyen kisebbségvédelmi rezsimnek nyilván legalábbis zsinór mértékű kell szolgálni az Európai Unió államainak, amikor az Ukrajnával kapcsolatos politikájukat meghatározzák. Az Európai Unió államai elszabotálták a Minszki megállapodásokat, ami a kisebbség jogokat elvileg biztosította volna Luhanszk és Donetszk területén. És csak arra az ellentmondásra hívnám fel a figyelmet, hogy miközben már a különböző skandináv népek teljes háborús hisztériában vannak, hogy Ukrajna az ő háborúkat folytatja, érdekes módon akkor, amikor a művelt nyugat elismerte Koszovónak a függetlenségét, kiszakadását Szerbiából, a Koszovó körülbelül ugyanolyan része a szerb nemzeti emlékezetnek, mint Erdély a magyarnak, ez érdekes módon nem merült föl szempontként, mint Szerbia terület integritása. Kettős mércével mérnek ahhoz képest, hogy mi szolgálja az amerikaiak, az amerikai nagytőkének a geopolitikai érdekeit. És még annyi, hogy Anna-Marival, amit elmondtál itt a Luhansk-Donetszkkel kapcsolatban, hogy igen, tehát ott van az ellentét közöttünk, hogy azért sem igazolhatja a Luhanszki és a Donetszki jogsértő, tömeges jogsértéseket, amiket az ukránok elkövettek. Az ukrán demokráciáról csak annyit, hogy azért a többpártrendszer nem igazán érvényesül harmonikusan, ahogy azt Annalena Baerbock és von der Leyen megkívánták mások. Csak annyi, hogy azért én úgy emlékszem, Anna-Mari, hogy az orosz csapatok kicsit messzebbre haladtak, mint Donetszk, meg Luhanszk. Tehát Kijev és a többi, az már nem az a terület, ami ezek a teljesen igazolhatatlan kisebbségi jogsértések történhetnek. De ha már kedvenc európai politikusomat megemlítette a Tamás, Annalena Baerbockot, azért azt hozzá kell tennem, hogy az a párt, amelyik ezt a szemét külügyminiszternek jelölte, az a párt a 80-as évek elején azzal az ígérettel került be a Bundestagba, hogy eltávolítják az amerikai támaszpontokat Európából. Ma ők az amerikai támaszpont az európai politikában. És én csak azt reagálnám az Anna-Mari felvetésére, mivel kezdte, hogy itt az alkalom, hogy szervezzünk meg egy mozgalmat baloldaliak a békéért, ahogyan 2003-ban is volt civilek a békéért mozgalom, ezt el lehet kezdeni. Világossá kell tenni, hogy teljesen mindegy, hogy a kormány propaganda miről harsog, teljesen mindegy, hogy a mi hazánkon kívüli parlamenti ellenzék miket delirál, a baloldali álláspont az a békéről szólt mindig. Baloldali álláspontból nem lehet háborút támogatni. Nincs olyan, hogy atlantista baloldal, mert ez egy oximoron. A baloldaliaknak a békéért kell kiállni, a baloldaliaknak az antiimperialista szolidaritásért kell kiállni. És bocsánat, még egy utolsó dolog, ami nagyon fontos volt, amit az Anna-Mari elmondott a nemzeti érzéssel kapcsolatban. Ugye itt a korszakok között van különbség. A 19.-20. században a kapitalizmus, a kizsákmányolás súlypontja alapvetően nemzeti keretek között volt megtalálható. Ma viszont már nemzetek fölötti szinten van a kizsákmányolás súlypontja. Lásd csak a magyar kormány taktikázását a kelet-ázsiai meg a német tőkével kapcsolatban. És teljesen természetes, hogy a nemzetek felettivé vált súlypontjába, nemzetek felettivé vált kapitalizmusnak már egy elhárítandó akadály a nemzetállami keretben.
és ezt meg kell védeni. És azt sem lehet elfelejteni, hogy annak idején a munkási mozgalom soha nem jött volna létre egyébként nemzeti érzés és más hagyományos összetartó erők nélkül. Amikor nekem 890. május 1-én ide kijött az apám, ő egy olyan mozgalomnak volt a részese, nem nevetséges ez, ahol alapvetően a szakmai szolidaritás, a nemzeti hovatartozás terelt egybe szlávokat, svábokat, zsidókat és több generációs magyarokat. Sőt, tovább megyek. Azok, akik Magyarországon a munkásmozgalmat elindították, többnyire egyébként többé-kevésbé hívő emberek voltak. Tehát a hagyományos kötelékek nélkül nem jött volna létre a munkásmozgalom, és azok, akik ma a szerte a bolygón a hagyományos kötelékek ellen indítanak támadást a nyitott társadalom jelszavával, a társadalmakat akarják szézúzni azért, hogy a tőkével szemben ne legyen ellenállás. Kiváló, mindjárt oda is adom a Tamásnak, mert megígértem, csak muszáj vagyok ehhez kapcsolódni, mert az utolsó gondolataid támasztják alá, amivel én korrigálni akartam a javaslatodat, teljes messzélességet. Nem kell oda tenni, hogy baloldaliak a békéért. Egy béke mozgalmat kell indítani, hiszen ahogy mondtad, jobb hívők, akár tradicionális szemléletet vallók, ilyen értelemben jobboldaliak is, békepártiak, azok közül valószínűleg szint úgy 99%, mint a baloldaliak közül. És akkor még egyet, utána adom a Tamásnak, hogy nagyon egyetértek, tehát ilyen szellemben tartom nagyon fontosnak a nemzeti eszme védelmét és a nemzet államnak a védelmét, ahogy elmondtad, mert hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy pont a globalizáció következtében még az osztály ellentét is globális szintre kerül, és osztályok, sőt az észak-dél ellentét, illetve országok közötti ellentét formáját ölti, mert legelőször is függetlenné kell válni ettől a hatalomtól, ettől a hihetetlen gazdasági és az ő erejéből következően média és politikai és pénzügyi hatalomtól, mielőtt társadalmi forradalmat lehetne végrehajtani. Minden baloldali, aki azt hiszi, hogy a sorrend fordított, a súlyosan téved, de még a történelmet sem ismeri. Úgyhogy ebben az értelemben tartom alá húzandónak, hogy nem szabad a nemzeti gondolattól, a nemzeti kultúrától elfordulni. Pontosan egy momentum, de mind a két előttem szólóhoz kapcsolódik. A nemzeti momentum, meg hogy mi az, ami agresszió, meg nem agresszió. Ha az agresszió csak az egyik oldal irányába használom, akkor felmerül, hogy a másik oldal valamiféle értelemben áldozat. Na de tudjuk, hogy akkor legalább kettős agresszióról kell beszélni, mert 7 éven keresztül a kelet-ukrán lakosságot, mint antiterrorista csoportok 14 ezer embert likvidáltak. Tehát ennél nagyobb agressziót nem tudok elképzelni. A másik, ami ezt a problémát még színesíti, akárhogy ítéljük meg a Putyin rendszer. Én már 50-szer állásfoglaltam, leírtam, megírtam, tiltakoztunk, hogy az eszmélet tanácsadó testületében Boris Kagarinckit letartóztatták meg, stb. De itt világosan meg kell jegyezni, hogy Oroszország teljesíti azt az antifasiszta feladatát, hogy ukrán területen a nácizmust ellenségnek tekinti. Hát ha nyugat felfegyverzi, akkor valakinek ellensúlyt kell itten produkálni, mert ha nincs ellensúly, eláraz bennünket a Szenny meg a Mocsok, a Bandera meg a Suhevics, akikről el vannak nevezve az ukrán nagyvárosok főutcái. Érted? Generáció gyerekek ebben nevelkednek. Ugyanezt szoktam elmondani, hogy a Netanyahu kormány egy jobboldali kormány, amiben az én ízlésem szerint még fasiszták is vannak.
a belügyminiszter, meg a, mit tudom, hogy hívják, a másik vasas, tök mindegy. A lényeg az, hogy amikor ezzel szembeállunk, akkor egyidejűleg el kell utasítani, hogy a zsidók kiirtására felszólító, ezáltal finanszírozott tankönyvek vannak a másik oldalon. Érted? Tehát jó antiszemitizmus, jó rasszizmus, jó arab gyűlölet, iszlamofóbia, jó iszlamofóbia, ilyen nem létezik, és ez ellen egy békemozgalom áll, békemozgalomnak, elkötelezett embereknek igazságban le kell tenni a voksot. Egyértelműen kompromisszum nélkül. Na most a békemozgalom, ami van, volt, lesz, és igaza volt az Andrásnak, az Anna Mária is ott volt a keletkezésén, amikor a Balkán békér mozgalommal kezdtük, stb. Meg, hogy azt meg kellene ismételni. Csak ma még nehezebb helyzetben vagyunk, András. Mert az a baloldal, aki akkor kezdeményezte, az ma idős, nem szerették a saját koromra utalni. És nem látom azt a fiatal garnitúrát, amelyik ezt megszervezni azon az internacionalista alapon, amit itt mi javasolunk. Ebben van a dolognak a tragédiája. Európában ez sikerült az európai hatalmi elitnek kiirtani. És nagyon sikeres a működésünk. Tehát ezért mondom azt, hogy akármennyire haladó is a plebejus nacionalizmus, amelyik szembeszáll a helyi és globális tőkével érzületi alapon. Ez fontos, és szolidáris vagyok ebben mind a két hozzászólóval. Ez a nacionalizmus kevés. Én nem tudom, hogy a baloldalt kell hozzátenni, vagy mit, de jelezni kell, hogy ez egy kapitalizmus kritikai mozgalom lehet, a béke mozgalom, mert ha nem jelzed, az az illúzió támadhat az emberekben, hogy ezen a kapitalista alapon a kapitalizmus alapvető ellenmondásai javíthatók lennének. Ha az egyik oldalon javul, akkor 50 kilométerre odébb rosszabbodik, tehát nem szabad egy szikrát se neki lódítani a politikában. Nem szabad semmi olyan propagandát felvenni, amiről tudjuk, hogy lelkiismeretlenség, mert olyan ellentmondás hoz be, amit nem tudunk megoldani. Tehát becsületesen azt kéne mondani, de mondom, fiatalok nélkül nem fog menni, ezt már most mondom, olyan békemozgalom kell, amely fel tudja vetni a kapitalista rendszer radikális bírálatát. Köszönjük szépen a vitaindítókat, és akkor mindenkinek 5 percet adnék a lezárásra. Antikapitalista alapon lehetséges, filozófiai, elméleti alapon egyetértek vele, tehát a békét azt csak antikapitalista alapon lehet. Na de, egy pillanat, egy pillanat! Na, professzor úr, megkérhetném most. Figyeljen oda! A nép, az emberek természetes módon szocializmust akarnak, és természetes módon békét akarnak. Nem kell egy béketüntetésbe itt a harmadik és atomháború Damoklész kardjával a fejünk felett extra politikai üzeneteket bevinni. Nem kell önmagában ma Európában felvetni, hogy béke legyen és béketüntetésre kivinni milliókat az utcára. Ez a tett. Ez az egyetlen feladat. Semmi másról nem kell beszélni. Leállítani ezt a háborús propagandát. Felszámolni a NATO-t. Véget vetni Ukrajnában a háborúban. Ezt kell követelni. A többi gyerekek majd leboxoljuk utána. Ez az egyik megjegyzésem. A másik pont ezzel összefüggésben. Oroszország itt elhangzott, aztán Tamás mondta, hogy szubimperialista imperialista és szubimperialista hatalmak harc. Akkor Iránnak, oké. Tehát minden esetre még én Iránt se nevezném sem imperialistának, sem fasisztának. De iszlamofasizmusról beszéltél, na most van, jó, de ezeket nem lehet egy mondatban, vagy egy gondolat füzérben említeni, mert óhatatlanul Irán van így befeketítve. Irán is, Oroszország is, Kína is, ugye távolabbról, ez ellen az imperialista architektúra ellen harcol. Oroszország megint a történelemben egyedül
rája az imperializmus pörőcsapásait, egyedül vállalta föl, hogy szembefordul vele, és semmiféle imperialista érdeke nincsen. Mire, ha a világ legnagyobb országának, Istenem, mi kellene még? Hát dehogy kell neki még terület. Mond, elég van neki, gondoljanak vele. Tehát Oroszország nem csak antifasiszta, hanem anti-imperialista harcok is voltak. Sőt, hogyha a szíved jó, Tamás, akkor még azt is hozzátenném, hogy szerintem olyan irányba struktúrálja át a gazdaságát és a gazdaságmenedzsmentjét, ami kifelé mutat a kapitalizmus. És mi a szocializmus, és mi a kapitalizmus? A kapitalizmus az, amikor uralkodik az értéktörvény a gazdaságon, a szocializmus az, amikor nem uralkodik az értéktörvény a gazdaságon. És ezt egy átmeneti szakasz hozza elő, ezt látjuk Kínán, és e felé tesz lépéseket Oroszország is, a szükségletkielégítés, a használati értéktermelés és a tervezés irányába tesz lépéseket. Még két rövid megjegyzés. Az egyik a média bestiális gyilkosságokról beszél. Ezt nem akartam ebbe belemenni, de a médiát is említetted, hogy átmossa az emberek agyát, ez ma már köszön. Kérem szépen, a megégetett csecsemékről felröppedő hírek aztán nagyon elhaltak. És az egyéb bestiális gyilkosságok... Ebben nem megyünk már bele. Bocsánat, engedd meg, Tamás, hogy végig mondjam. Engedd meg, Tamás, hogy végig mondjam. Nem, tehát nem. Ezek akkor ennek már rég nemzetközi szinten komolyabb... Nem. Sajnos nem az. Nem. Ezeket a tett... Akkor majd hozzad elő és bizonyítson. Menj be a mérdőre. Nincsenek, Tamás. Hogy fejezem be. Jó, ennyi. Tehát a média az maga az egyik harci terep, és egyébként minden nemzeti kormányra is igaz, hogy az ő lefasisztázásuk, hogy korruptak, hogy ellopják a pénzt, hogy nincs demokrácia, ez is mind a média hiteti el az emberekkel. És akkor az utolsó gondolat, hogy Izrael maga egy imperialista projekt volt. Az amerikai projektje volt. Igen. Szovjet imperializmus projektje a te értelmezésed. Nem, én ezt nem mondtam. Ez maga egy imperialista projekt. Az angolok vállás... ellenezték. Hadd mondjam már végig a mondataimat, Tamás. Igen. Az igazi neofasizmus, Dimitrovtól tudjuk, a finanztőke politikája, a nyílt terrorista diktatúrája, tehát ez a tőke politikája, és a finanztőkének a letéteményese pedig az Amerikai Egyesült Államok, úgyhogy nincsen olyan fasizmus, nem élhet meg olyan fasizmus a világban, amit ma az Amerikai Egyesült Államok nem támogat. Én próbálok nagyon rövid lenni, azt még egyszer azért szeretném rögzíteni, hogy bármi is az álláspontunk a nagy képről, konkrét, embertelen, bestiális büntetteket ne relativizáljunk. Október 7-ét illetően azt tudom mondani, hogy teljesen lényegtelen, hogy voltak-e manipulált felvételek, lehet, hogy igazad van, Anna-Mari, lehet, hogy nincsen, de nem ez a lényeges. Történtek ártatlan, védtelen személyek, gyerekek, nők, idősekkel szemben embertelen büntettek. Történt olyan, hogy demens idős hölgyet elraboltak ezek a vadállatok. Történtek tömeggyilkosságok, ezek igazak. Hogy emellett voltak-e manipulációk, félreértések, propaganda felvételek, ez lényegtelen. Tehát én csak azt szeretném kérni, hogy ez nem a saját, hogy mondjam, igazságunk érdekében. Ne kezdjünk el védhetetlen tetteket mentegetni. Mondom, ugyanennek van egy folytatása, ugyanennek van, vagy relativizálni, bocsánat. Tudnék, bármi is történt október 7-én, izraeli polgárokkal, Izraelben tartózkodó külföldiekkel szemben, ez sem ad menlevelet Izraelnek arra, amit a mai napig folytat Gázában. Tehát egyik bűn nem relativizál és főként nem legitimál egy másik büntettet.
Összességében pedig igen, azt mondani, hogy kell békemozgalom. Nyilván, hogyha van egy béketüntetés, ami én nem voltam színelős 2003-ban sem, 2006-ban sem, amikor Bush látogatása ellen szerveztünk tüntetést, ott voltak baloldaliak, nemzeti radikálisok, mindenféle. Erre természetesen szükség van. De arra is szükség van, hogy világossá tegyük, hogy ezeknek a háborúknak mi a természetük, és hogy az, aki a tőkével szemben áll, annak ki kell állni a béke mellett, és szembe kell állni az imperializmussal is. Ezt kell világossá egyértelművé tennünk. Amit az András elmondott, abban mindenlenit egyetértek a végén, ezért nekem ez az árszavam nagyon lerövidül, mert tulajdonképp két apróságot jegyeznék csak meg a végén. Egy, semmi olyat mondani, ami a történelmi valósággal ellentétes nem lehet. Izrael államot szovjet javaslatra hozták létre, a britekkel szemben azzal a geostratégiai érdekkel, hogy a Közel-Keleten legyen a Szovjetuniónak egy bázisa, amely relativizálódott azáltal, hogy az Amerikai Egyesült Államok finanszírozta meg igazából. De ha egyszer az ENSZ megszavazta, akkor ez többé nem egyszerűen egy cionista projekt, hanem egy nemzetállam. Ugyanolyan nemzetállam, mint a többi. Nem lehet kiirtani a lakosságát, mert az holokauszt 2.0. Ezt az államot el kell ismerni, és ez nem relativizálható. Izrael volt, van és lesz. Ugyanígy világosan le kell szögezni mindenki számára egyértelműen, hogy a palesztin lakosságnak joga van saját nemzeti államra, megvan erre a nemzetközi törvény. Hogy ezt nem hozták létre, annak rengeteg sok oka van, de akkor ha most elmondanám ezeket az okokat, akkor kezdődne egy külön előadás, és ettől a jelenlevőket megtisztelve lemondom, és köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen az előadásokat, köszönjük szépen a figyelmet és a türelmet, köszönjük szépen azoknak, akik nem ordítoznak be vonalról kívül a hülye bíró stílusú hozzászólásokkal, úgyhogy minden jót kívánok a továbbiakban, és akkor aki kéri, annak elküldjük Róna Péter filmjét néhány napon belül. Köszönjük!